Sziasztok, itt Dog Science Kutyológia, és ez pedig itt egy újabb videó, amiben pedig egy infovideó elérkeztem. Pár dolgot fogok nektek elmondani, meg ilyen vlogos szerűséggel. Az első dolog az, hogy a változatosság kedvéért, ugye az infovideók, azok ilyen képesek szoktak lenni, de a változatosság kedvéért lesznek ilyen videók is, és abban a videóban ebben a kutyával leszek. De most inkább lecserélem, mert úgy gondoltam, hogy inkább ezzel a kutyával leszek, ő aranyosabb. Igen, ő. És igen. És azt szeretném még mondani, hogy most kevésszer vannak videók. Ez azért van egyrészt, mert nincs annyira sok ötletünk, másrészt pedig azért, mert most lett ugye közelemben gép folyamatosan, de amúgy nem szokott lenni, úgymond, mert a PowerPoint kéne, de a tabletemen nem indul el, és a gépen pedig Windows 7-ünk van, és azon pedig nem tudunk. Csak amikor ugye együtt vagyunk a másik csatorna, a csatorna vezetőkkel, együtt mi ketten, akkor tudunk ilyen PowerPoint-os videókat csinálni, mert azon a Windows 10 van. És most már nem törölhetjük le a Windows 7-et, csak egy PowerPoint-ért. És hát igen, és írjatok légy szíves ilyen kutyás videó ötleteket, csak ne, hát kutyás gameplay is lehet, hogy lesz, de az nem várható, de lehet, hogy lesz kutyás gameplay. Meg tervezek ilyen kedvenc kutyás füzeteim, meg kutyás dolgaim videót, meg mindenféle kutyás dolgaim, meg dolgaim videót. És ja. És hát remélem, hogy tetszik a csatorna, és még az, hogy ugye György Múc lett a csatorna, amit nagyon nem értek. Mert valaki feltörte az e-mailünknek a jelszóját, és azt átváltoztattuk, és erre György Múc lett a csatorna neve. Majd amikor géphez kerülünk, akkor meg fogom csinálni a nevét Dog Science Kutyológiára, és a profilkép is megváltozott, és a borító is. Amit végképp nagyon nem értek. De egyelőre ne higgyétek azt, hogy most abba hagytuk a csatornát, és csak ilyen mindenféle videók lesznek. Nem. Csak a YouTube valahogy átváltoztatta a nevét György Mócra. Amit nem értünk. De egyelőre ennyit szerettem volna mondani. Ez csak egy ilyen kis rövidke bejelentő videó. Hamarosan várhatok videókat. És ez a V intro, ami intrónk, az nem mindig lesz a videóban. Csak hogyha olyan szerkesztőhöz kerül, akkor be tudjam vágni. Meg ilyenek. És remélem, hogy tetszett a kutyavlog is. És mondom, így két hónaponta lesznek ilyen, vagy hónaponta ilyen kutyavlogok. Mert nem mindig kerül a bucsi közelébe. És többet nem mondhatok. De ennyi lett volna a kis rövidke. Milyen infós videó. Reméljük, hogy tetszett. Ha tetszett, akkor nyomjatok rá egy lájkot, kommenteljetek és iratkozzatok fel. Kövessetek Google Pluszon is, és Facebookon is, hogyha meg szeretnétek nézni a Facebookunkat. És a Google Pluszunkat, hogy mi a nevünk, akkor leírás.